Kedden nagyon rossz játékkal szenvedett vereséget az Albafehérvár a Debrecentől, szerdán tehát nem csak tovább kellett jutni a kupában, de a szurkolók bizalmát is vissza kellett állítani. Ez sikerült a csapatnak, mert az első negyedben már olyan előnyre tett Szerd, amely kellő magabiztosságot adott a folytatásra. Ezúttal is Damien Hollis volt a legfőbb pontjáros, de a kezdő ötös minden tagja legalább 10 pontot dobott, és közülük is kiemelkedett Ronnie Moore, az irányító, aki ezúttal pontokat termelt, lepattanókat szedett, és még gólpasszokat is adott, vagyis klasszikus tripla-duplát csinált. A végeredmény így magabiztos 92-67-es fehérvári siker lett, és 20 ponttal jutott tovább összesítésben a legjobb 8 közé az Albafehérvár, amely már készülhet a következő bajnoki feladatra jövő csütörtökön a Kaposvár ellen. Ma sokkal energikusabban játszottunk, az első meccsen nem kaptuk el a megfelelő ritmust, a Debrecen pedig kifogott egy nagyon jó napot. Ma sokkal jobban összpontosítottunk is. Természetesen én sem akartam megismételni a tegnapi rossz játékomat, ami miatt nagyon haragudtam magamra. Jövő héten pedig a Kaposvárra játszunk, amely egy nagyon jó csapat, ráadásul idegenben lépünk pályára, ami nem könnyíti meg a dolgunkat, de ha úgy védekezünk, ahogy ma, akkor nem lehet baj. Just keep working hard.